De most hát a színpadon az... képes meghatódni? Hát vételen vagyok. Ez de. Régen nem így volt? Mondjuk 30 évvel ezelőtt? De. Akkor is bajba voltam a Bolond levele a kisfiúnak című számban. Igen? Persze, hogy ne. És törekedett rá, hogy ezt ne lássa a közönség? Persze, hát az ember amennyire lehet gyomorgörcs, vagy összeszorítja a gyomrát belül, hogy végül tudja kis csinálni, hogy kisfiam, azt hittem ember vagyok, de azt már nem, hogy az is maradok. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, és ez pedig a Szavakon túl. Ma itt lesz velem Földes László Hobó, Kossuth Díjas blueszenész, dalszerző és előadó művész, a Hobó Blues Band alapítója és énekese. Jelenleg zenészként szabadúszó, 2013 óta a Nemzeti Színházban játszik, 23 évesen kezdte a pályafutását, azóta több mint 6000 fellépésen van túl, 52 lemez, 10 könyv és 6 színpadi mű fűződik a nevéhez. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, minden adásban 20 kifejezést adunk át a vendégnek, és ebből a reményeim szerint nagyon furmányos 20 kifejezésből választja ki az aktuális vendég, hogy épp miről beszélgessünk. Árulás. Ha ezt tudom előre, nem jövök. Nem ide. Jön? Nem. Mert? Mert hát ez azt hittem, hogy valami komolyabb dolog. Komoly lesz ez, meglátja. Ezek azért mind az ön jó, életének egy történetére, világos, aspektusára. Tudja, hogy az életével játszik. Igen, tudom, megbeszéltünk kint. Szóval amiből Földes László Hobó mai vendégem választhat, ijesztés, ferde szemmel, árnyék, vége a dalnak, néz jó, hátra. Jó, itt álljunk meg, mert már nem bírom megjegyezni, egyesével tegye őket fel. Melyik legyen? Ne, bármelyik? Bármelyik. Legyen az ijesztés. Most igen. Korábbiakban pár héttel ezelőtt lehetett olvasni, hogy a Covid eléggé meggyűrte önt. Nagyon megijedt? Nem. Nem az van, hogy annyira rosszul lettem, hogy ilyen félálomszerűen voltam ilyen 2-3 napig. Tehát igazából nem tudtam megélni a helyzetnek a rettenetes veszélyét. És a harmadik napon a feleségem meg az orvos barátom kihívták a mentőket és bevittek. Most az volt, hogy ha még egy napig azt mondták, ha még egy napig otthon vagy maradtam volna, akkor meghalok. Igen, ezt így megmondták az orvosok? Utólag. Akkor nem mondott senki semmit. Bevittek a kórányba, az Elek főorvos úr beadott valami kizárólag ilyen medvéknek kitalált szérumot, és másnapra jobban lettem, és 5 nap után kirúgtak. 5 napig voltam az intenzív osztályon, amikor bevittek, a saját lábamon mentem be a mentőbe, és akkor mindig semmilyen félelem érzetem nem volt, és akkor oda jött egy 5 tagú delegáció szkafanderben. És akkor egyik nővérke egy ilyen kérdőívből kérdezgetett, hogy milyen betegségeim voltak, meg milyen, és sem mondtam, hogy semmilyen betegségem nem volt. És gyerekkori mumpszot, vagy esetleg nem tudom, ilyen, ezekre nem emlékszem, és akkor megkérdezte, hogy milyen gyógyszerre vagyok allergiás, és akkor én mondtam, hogy a beöntésen kívül mindent bírok. Úgyhogy így kezdődött a kórházi pályafutásom, másnapra jobban lettem, és még 4 napig a csütörtök, szerdán vittek be, és hétfőn kirúgtak az intenzív osztályról úgy, hogy egy napig nem voltam valamilyen ilyen rehabilitációs, vagy följavító osztályon. Hanem... Könnyű beteg? Az a típus, aki azt csinálja, amit az orvos mond? Hát nézem, az van, hogy a feleségem egy nagyon komoly gyógyász, nem orvos, hanem természetgyógyászat, meg homeopátia, meg ilyenek, és hát én nagyon sok éve szedek mindenre, ma például 21 kapszulát szedtem be. 21 különböző kapszulát? Ja, de nem, nehogy megkérdezze, hogy ezek micsodák, nem fogom mondani. És akkor ezek ilyen például az, hogy ugye rehabilitációs edzésem vagyok, minden nap kell edzenem, és jegyeznem az eredményeimet, hogy most kivágom a rezet, oxigén szaturáció. Hát eltartott 1-2 hónapig, amíg megtanultam ezt a kifejezést, hogy az mennyi. És tegnap előtt játszottam egy József Attila estet a kispesti munkásotthonban, megmértem az oxigén szaturációmat, 97 volt. 90-nél kezdődnek a bajok lefelé. Nekem mindig 97 vége volt az előadásnak, és azt hittem, összecsinálom magam a röhögéstől, mert lejöttem, mindig meg kell mérnem, és 97-98 volt, pedig lenyomtam egy József Attila estet, ami nem egy Rigófüty. Úgyhogy én
Ezt nem éltem meg ijedelemként. Utólag se? Nem. Hát az ember exhibicionista, nem művész, vagy nem tudom én, akkor mindent másképp gondolsz. De amikor az ember megtudja azt, hogyha egy nappal később hívják ki az orvost, akkor könnyen az életével fizethetett volna, utólagosan azért meg tud ijedni, nem? Én utólagosan se ijedtem meg, mert én ezt az egészet így éltem meg, ahogy elmondtam, ráadásul szó szerint mondtam el. Tehát lehet, én úgy látszik, hogy mivel kettesen volt magatartásból, nem vagyok ijedős, nem tudom ezt megmagyarázni, meg egyébként sem vagyok egy ilyen önvizsgáló, úgyhogy. Nem? De egyáltalán nem. Ha már, most végig én fogok választani fogalmakat? Na, külön megmondtam, hogy az életével játszik. Jó, akkor legyen, és akkor ez rímel rá, legyen a gyomorgörcs, mert az kapcsán jutott nekem eszembe, hogy ön szerintem elég bátran érte az életét. Sokszor volt necces szituációban, sokszor volt veszélyben. És volt azért megpróbáltatás is az életében. Volt, amikor ön igazán félt? Volt, igen. Egy elég hosszú periódus volt ez. Ez a gyerekkoromban volt, féltem az apámtól. Hogy mikor jön haza, és mi történik, ha hazajön. Ez sokáig tartott, olyan 14 éves koromig, aztán 16 éves koromban kerültem el otthonról, akkor már 2 évig Veszprémbe jártam középiskolába, és aztán nem mentem haza azóta. Tulajdonképpen 18 éves koromtól jogilag is teljesen független. Akkor köszönt el az érettségi után közben. Hogyne, igen, a kettes érettségével hazamentem. Fizikailag félt tőle, vagy a szellemétől félt, amikor már hallotta, hogy jön? Ez a dolog összefolyt, mert néha úgy éreztem, hogy akkor is figyel, amikor nincs otthon. Soha nem lehetett tudni, hogy mikor jön haza, és aztán hát megvoltak az okai rá, hogy így viselkedett velem szemben, és ezt én utólag meg is tudtam érteni. Ezt elmondja, hogy mi volt? Hát ez nem, szóval igazából mindig baja volt velem, mert mondjuk így az egyik felét mondom el, hogy nem arra mentem, amire ő gondolt volna. Ő például asztalos volt a második világháború előtt, meg partizán, amikor senki nem volt partizán, akkor volt, nagyon bátor ember volt, és akkor egyszer hozott nekem egy ilyen ládikát, ami tele volt kicsi asztalos szerszámokkal, ajándékba kaptam tőle, és akkor hát ide adta nekem, és hát én nagyon örültem, és leraktam a szobámban a fal mellé. És akkor hát amikor ő nem tudom, nagyon ritkán vagy össze-vissza, inkább így jó a kifejezése, össze-vissza, a Sztálinvárosba dolgozott, és onnan járt haza, akkor a Dunaújvárost Sztálinvárosnak hívták meg, és akkor észrevette, hogy az a kis ládika az mindig ugyanott van. És akkor nagyon megharagudott rám, hogy másnak nincs ilyen ajándéka, hogy én ezt semmibe elveszem volna, tehát meg kellett volna, hogy mutassa, hogy kell használni a vésőt, vagy a gyalút, vagy a... És hát ezek a dolgok, aztán ahogy mentem előre, időben úgy értem, nőttem föl, és az utcán nőttem föl, mert hát a szüleim nem voltak otthon bandában, hát ott másfajta hatások értek, és hát voltak ilyen például, hogy egyik barátomnak az apukáját a háborúba ellőtték a nyakát, és akkor ő mesélte ezt a katini vérengzést, amit ugye a... Lengyelország. Igen, és akkor megkérdeztem, teljesen nem tudtam, hogy mi van, kisfiú voltam, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mi van ezzel a katinnal, és akkor hát nekem támadt a szószoros értelmében azzal, hogy hogyan merészelem meg kérdőjelezni a Szovjetunió becsületességét. Ez ilyen, mit tudom én, 56-ban, vagy 55-ben, vagy 57-ben volt, már nem emlékszem így pontosan, de szóval ilyen volt a viszonyunk, hogy ő irányítani akart engem, és aztán 56 végén, decemberben fél évre elküldött egy táborba Kelet-Németországba, hogy nehogy diszidáljak 11 éves koromban. Tehát na addigra ilyen volt a viszony. 11 évesen kiszakították a családot? Majdnem 12 voltam, decemberben volt, én februárban születtem. Fél évig az anyukájától, apukájától, a testvéreitől? Igen, egy Uzetom nevű szigeten voltam egy Heringsdorf nevű faluban, egy nagyon kulturált táborban, nem büntető tábor volt, csak oda lettem száműzve, hogy nehogy diszidáljak, hát ahol laktam, ott onnan sokan elmentek, hát persze nem gyerekek, hanem a család, az egész család. Nem akarok nagyon személyeset kérdezni, de 11-12 éves gyerek kiszakítva az anyjától és az apjától. Van, hogy annyira nekik eseredik, hogy
elsírja magát, és ott ücsörög egymagába, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem. Nem, ez a dolog úgy nézett ki, hogy főleg intézeti gyerekek között voltam, akik, akkor voltam azt hiszem hatodik osztályos, és hát ott voltak olyan intézeti gyerekek, mondjuk, aki 16 éves volt, és hatodik osztályba járt. Tehát én nagyon nehéz sorsú, nem voltak szüleik, meg nem tudom, és hát ott nagyon kemény volt az élet. Megaláztatásokkal jár? Hát az volt, hogy már úgy kezdődött az egész, hogy mielőtt a vonatra tettek volna a pályaudvaron, egy nappal vagy két nappal előtte levittek a Csaba utcai fodrászhoz, és ott kopaszra nyírtak. Tehát fölkerültem a vonatra, és az egész az a rész, ahol a többi gyerekek között, ahol én voltam, azok már csúfoltak a kopasságom miatt, hogy koponya, így hívtak. Tehát az szörnyű volt, és akkor nem tudom, két nap alatt vagy három értünk oda vonattal, és akkor ott is így kezdődött a dolog, de hát meg voltak verekedések, és azt én nem tűrtem. Tehát a nagyobbakkal szembe se megvertek ugyan, de... Általában kapott, mint adott? Hát az volt, hogy nem tartottál, nem kezd misztifikálni, mert egy-két ilyen bunya után kiszúrták ezek. Volt egy Jancsek Rudolf nevű pasi, aki később villamos kalóz lett, és találkoztam vele, amikor mentem iskolába, már a középiskolába, és akkor ő valamiért bírt engem, hogy én szembeszálltam, megvertek, de nem adtam meg magam. És akkor ő ettől kezdve, és ez az elején volt, nem tartott hónapokig, fél évig voltam ott, hanem egy-két hét után ő a szárnyai alá vett, és ő az egyik ilyen túlkoros volt. És meg volt egy másik, akinek csak a gúny nevére, emlékszem, úgy hívtak, hogy Delta Alfonesz. Ez volt a gúny neve, ezek ketten nagyon bírtak engem, nem, ezt nem tudom, hogy miért, mert kisfiú voltam, de aztán soha többet nem bántott senki. Ha jól értem, ugye két testvére van. Igen. Velük szemben az édesapja soha nem így járt el. Hát nem, de ők sokkal később születtek, nem a második világháború alatt, vagy nem 44-ben fogantak meg, hanem amikor a szüleimnek nagyon nehéz életük volt, mint illegális kommunistáknak. És akkor ő, a testvéreim azok már akkor születtek, amikor az apám egy igen komoly pozícióban és egy sikeres ember. Belügyminiszter helyettes volt. Nem, az később volt. Sokkal később. Nem tudom pontosan, például a Sztálin városi pártitkár volt, mondjuk, amire jobban emlékszem az 50-es években, 56 előtt jó darabig, meg Csepelen is volt pártitkár, és a testvéreim már akkor születtek, amikor ő már egy úgynevezett sikeres, vagy jelentős elvtárs volt, akinek nagyon rendben van a családja. Ezzel volt a baj, hogy aztán később, ugye én onnan leléptem, és akkor ő még mindig pozícióma volt 63 után is, és ezért felelősségre is vonták, hogy hát rendezze a viszonyát a Nyers Rezső, behívatta őt, ez ilyen 68-ban, vagy 60, akkor én már vagy 5 éve nem voltam otthon, és akkor... hogy felszólították, hogy rendezze a család életét, de ez nem sikerült, mert az édesanyámmal is elváltak velem, meg hát soha nem igazából. Voltak periódusok később, amikor egy ilyen diplomatikus, normális viszonyban voltunk az édesanyám kérésére, hogy a család valamennyire legyen egységes, de igazából ez soha nem rendeződött, sőt, hátatlan egy írásbeli kiátkozással kaptam egy levelet tőle, amiben kiátkozott, ez megvan ez a levél. De hozzá kell tennem, hogy egyáltalán nem haragszom rá, és abszolút meg tudom érteni, hogy miért volt ilyen. Tehát, sőt, ugye sokan azt mondják, hogy én azért lettem ez, aki vagyok, mondjuk így ezt a rossz kifejezést, hogy sztár, mert az apám elintézett mindent, az apám semmit se intézett, hiszen én elfordultam, sőt, bizonyos értelemben gondolatilag vagy politikailag szembe is fordultam vele. De az, hogy én ez lettem, aki vagyok, abban benne van az, ahogy ő bánt bennem, bánt velem. Majdnem, hogy egy kicsit hálás is ezért. Nézd, szóval hát ez hát, ha arra kell gondolnom, hogy milyen pálya van a hátam mögött, és akkor most olvastam az egyik kollégának, rockstárnak a nyilatkozatát, hogy amikor elmegy a koncertjeire, akkor mindig abból merít erőt, hogy végignézi a szobában az aranylemezeit.
Nekem a nem tudom hány arom lemezem van, és ez sincs kirakva, nem is érdekel. Tehát, hogy én nem, ezt azt akarom mondani, hogy én nem magammal foglalkoztam, hanem azzal, amit csinálok, megcsináltam. És ez a, ebben az esetben azt a fajta kitartást, vagy nem tudom én, ilyen belső energiát, azt bizonyos értelemben neki is köszönhetem, illetve pontosabban azzal, ahogy bánt, annak, ahogy bánt velem, hiszen valamennyire meg kellett magam védeni. A kiskoromban a fizikailag nem is sikerült, de lelkileg mindenképpen tudtam, hogy ahogy föl tudok nőni, akkor lelépek otthonról. Ez már egészen kicsi koromban, tehát 56-ban, 10-12 éves koromban. Szinte vágta a centit, hogy mikor leszek 18? Hát amikor a középiskolába kerültem, hogy de igen, 59-ben kezdtem vegyipari, ő rakott be egy ilyen vegyipari technikumból, szembenéztem a kálium permanganát egy ilyen értéksúlyával is vesztettem, és attól azt 4 éven keresztül vágtam a centit, hogy holott a centivágás az csak később a katonaságnál. Azt lehet erősen tudni, hogy pontosan miért tagadta ki az édesapja? Ezt úgy tudom, hogy 8 évvel a halála előtt történt. Tessék? 8 évvel a halála előtt történt. Azért az elég hosszú periódus. Hát az van, hogy összegyűlt egy csomó minden, ami nem tudom pontosan, hát szóval ő neki volt egy ilyen, én azt nyilatkoztam, hogy az apám rendőrei vertek el, mert ő belügyminiszter helyettes is volt, és akkor ő, amikor belügyminiszter helyettes volt, akkor a rendőrség maga, a határőrséggel, vagy a tűzoltósággal szemben, vagy a büntetés végrehajtása szemben nem tartozott hozzá. És ő úgy gondolta, hogy a rendőrök nem az ő rendőrei voltak, nem arról volt, hogy megvertek-e vagy sem, mert az nem volt kérdés, de hogy és ez fölháborította őt, miközben ezt az egészet úgy gondoltam, hogy az egész rendszer, az egész ország az ővé volt, hiszen ő központi bizottsági tag volt, stb. Amiért megszenvedte a háború előtt, vagy a háború alatti időket, ezzel nincsen probléma, ő nem 45. április 4-e után lett kommunista, vagy meg akkor volt ellenáll, amikor senki. De úgy gondolta ezt a dolgot, hogy meg hát ugye volt közöttünk egy ilyen személyes ellentét, és hát volt egy nagyon komoly gondolati vagy ideológiai, ha használhatok egy ilyen értelmiségi kifejezés, vagy ideológia. Volt közöttünk egy ilyen óriási szakadék vagy ellentét. Ugyanakkor teljesen érthető lett volna, hogyha kitagadja önt az édesapja, akkor mondjuk nem megy el a temetésére. Noha, én úgy tudom, hogy ön mondta József Attila verseket az ő temetésén. Én azért jöttem ide, hogy a bluesról vagy a költészetről beszéljek, és megmondtam magának, hogy az életével játszik, de látom, hogy föl van készülve. Én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre válaszoló, hogy apámnak az volt a kérése, hogy a halála a temetésén pontosabban egy színész mondjon József Attila verseket, és akkor én ezt megtudtam, és szóltam a kisebbik öcsémnek, aki igazából az őt gondozta nagyon szépen az utolsó években, és a temetést is ő intézte meg minden, és akkor mondtam, hogy én fogom. Én elmondanék egy pár József Attila verset a sírja fölött. És így is történt. Nagyon máshogy mondja az ember, mint egy átlagos előadáson? Hát ennél azt én nem tudom, mert minden előadás élethalára megy. Tehát nekem nincsen különbség. Azért egyszer mondja az ember az apja sírjánál. Hát persze, igen, de hát az a, mondjuk a Kései Sirató, ugye ma lesz egy József Attila este a Nemzeti Színházban, ahol a Kései Siratót fogom mondani, amit az ellenségemnek se kívánok, annyira nehéz és pusztító vers, és ezt amikor édesanyám meghalt, akkor ezt meg az ő sírja fölött mondtam el. És nem, én ezt nem tudom végig gondolni, hogy mi a különbség a kettő között, mert a Kései Sirató az minden esetben, amikor én ezt elmondom, mint ahogy ma is el fogom mondani, a halálfélelem előzi meg. Pedig 500-nál többször játszottam már ezt az előadást, ami azt jelenti, hogy a Kései Siratót is több mint 500-szor mondtam, de minden alkalma a halálfélelem. Az miben áll? Hogy elfelejtem a szöveget? Á, de hogy nem, hanem hogy nem lesz őszinte.
Tehát én nem állítom be, nekem nincsenek színészi eszközeim, akik beállítja a szüneteket, a hangsúlyokat, a hangszint, hanem tudom, én kitépem magamul. És mivel, és hát van ilyen, hogy például kérdeztem a Vidnyánszky úrat, aki ezt az előadást rendezte, hogy mit csináljak, ha nem tudok megszólalni. És erre mondta, hogy amivel van díszlet, van egy kupac föld. Csak markoljak bele a földbe, gyúrjam a földet, és szórjam egy elképzelt sírra a földet a markomból vagy a kezemből, és akkor szólaljak meg, amikor meg tudok szólalni. Na most ez van olyan, hogy ott ülök az előadáson, ugye egész közel a közönséghez a stúdió színpadon megy, ott ülök az előadáson, és nem tudok megszólalni, és gyúrom, ez óriási segítség egyébként, mert nem kérem, az van, hogy tempóban négy és beszállok egybe, ráadásul pont a késői zsiratóban, hanem irtozatos dolgok mennek, amiket nem tudok fölidézni, mert sose tudom, hogy mi jön belém, mert nincs beállítva a dolog, se a lelki fölkészülés, se az előadás, ez olyan, azt tudom mondani, hogy mint amikor valaki egy zenekarban játszik, és az énekes befejezte az éneklést, és van mondjuk két periódus lehetősége arra, hogy szólozzon, improvizáljon. Tehát az improvizációt nem otthon találja ki. Tudja a hangnemet, tudja a tempót, tudja, hogy mennyi ideje van, és akkor ez is olyan, hogy én tudom a késői síratot kívülről, nem kezel a szövegetre figyellem semmi, és elkezdem, hogy hogyan, azt se tudom, és végigmondom. És akkor a egyetlen mérce van, hogy vagy abba dög lesz bele, hogy milyen jó, vagy abba, hogy nem. De egyetlen ez amit én megkérdezek magamtól, amikor lementem a színpadról, akkor azt szoktam kérdezni, hogy őszinte volt-e, vagy se. Még ha nem sikerül olyan jól, nincs olyan hatása a közönségre, amit én egyébként nem figyelek, akkor is van egy ilyen kritérium, hogy őszinte legyen. 10-ből hányszor mondja azt, hogy igen? Hogy ez tényleg, ez most nagyon őszinte volt. Nem, én nem tudom megállapítani. Én úgy gondolom, hogy mindig őszinte. Rutinból még sosem mondtam el, annyira félek. Menjünk tovább, egy következő témára gondoltam, az a könyvfátyol, mert ha már említette Vidnyánszky Attilát. Vidnyánszky Attila azt mondta egy interjúban, hogy ön egyre érzelmesebb, és apró cseprő dolgoktól is el tudja sírni magát, vagy legalábbis meg tud hatódni. Hát ezt nem kérdőre fogom mondani, hogy Jászkit, ha bemegyek a színházban ma, hogy merészel ilyeneket mondani. Az az igazság, hogy ha az ember nyitott lélekkel játszik, akkor minden eléri. Na most, ami a gondolom, itt a meghatottságot akarja firtatni. Így van. Az a nem is mennyiségű, hanem az a minőségű szeretet ráz meg, amit kapok az emberektől. Szóval, hát van egy ilyen dalom, az a cím, hogy Kisember, ez a Circus Hungaricus című lemezem van, amit minden egyes alkalommal, amikor játszom, el szoktam rontani, illetve nem, csak nem tudok beszállni a közepébe. Még valahogy elkezdem, és látom az embereket, a közönséget, látom, hogy ők kicsodák, mert egy rockkoncerten vagy blueskoncerten jobban ki lehet nézni a közönségre, mint egy József Attila Stenerre, egyáltalán nem szabad. És akkor látom ezeket az embereket, akiket széttaposott a 20. század, vagy most teljes bekerítésben vannak ebben a nem tudom én milyen politikai, világnézeti, társadalmi, nem tudom én milyen állapotban, amiben bele van a kergetve velem együtt. És akkor látom őket, és elszúrva a torkom, és a végén van egy ilyen, hogy a kisember, kint vár a november, kisember, menned kell, kisember köszön, és úgy megy el, kisember, csak a bohóc felel, kisember, szerencse fel. És ez pusztító dolog, hogy más nem tudok adni azoknak az embereknek, akik annyira szeretnek évtizedek óta, hogy ebben a világban azt tudom mondani összesen, hogy szerencse fel. Ez lélekpusztító dolog ezt a dolgot előadni, mert hát az ember belegondol, én nem slágereket énekelek, vagy tapsoltatom a közönséget, vagy nem tudom én micsoda. De és ott hát a színpadon képes meghatódni?
Hát majd vételen vagyok. Ez régen nem így volt? Mondjuk 30 évvel ezelőtt? De. Akkor is bajba voltam a Bolond levele a kisfiúnak című számban. Igen. Persze, hogy ne. És törekedett rá, hogy ezt ne lássa a közönség? Persze, hát az ember amennyire lehet gyomorgörcs, vagy összeszorítja a gyomrát belül, hogy végül tudja kis csinálni, hogy kisfiam, azt hittem ember vagyok, de azt már nem, hogy az is maradok. Hát azért ez, mit tudom én, nem Subi-Dubi, vagy, igen, vagy nem tudom én. Volt olyan, hogy se kép, se hang, annyira meghatódott? Volt olyan, hogy hátat kellett fordítanom, és kacsintanom a szólógitárosnak, hogy tartsa a fontot, frontot géppuskatűzben, és hát most volt egy ilyen 2019-ben, hogy akkor volt koncertem az arénámon, és ott elmondtam két Adi verset, meg a József Attila levegőt, című versét, amit 11 ezer ember mondhatnám, hogy síri csendben hallgatott végig, ez döbbenetes, egy blues koncert kellős közepén. És hát ott, amikor befejeztem a verset, akkor ott olyan érzelmek vagy energiák zúdultak rám a közönség részéről, hogy az ott a szerencsém, hogy a lifttel kellett lemenni, és a zenekar elkezdte játszani a következő számot, ameddig összetudtam magam szedni, hogy bemenjek a színpadra. Mert teljesen védtelen voltam. Attól a reakciótól, hogy ezek az emberek, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem ilyonos, nem hittem létet, hogy könnyebben tenket, aki alattomos. És akkor hátszóan hihetetlen reakció volt. Ott sírt a liftbe? Potyogtak a könnyei? Potyogtak. Nem látta senki, mert hát a lift a torony túlsó oldalán volt. Ha már versek, az egyik fogalom az a mentőkötél, mert hogy azt mondta, hogy Pilinszkinek az egyik verse, az nagyon sokszor volt önnek mencsvár, ha úgy tetszik, mentőkötél. Hát persze. Persze, ezek leginkább a François Villontól kezdve, vagy a Faludi Gyurka bácsitól, akit a gyerekkoromban már olvastam sokat, ilyen stencilezett, nem lehetett akkor kiadni őt az általános iskolás időnkben. Én nem úgy olvastam ezeket, mint a verseket, hanem az üzenetük talált meg. Tehát nekem József Attila volt a bibliám, a tanítások, de nekem pénzhoz fájdalmas énekem, és hozzám szegődik a gyalázat. Ezt én úgy éreztem a 80-as évek elején, hogy én vagyok, csak nem, én nem tudnám így megírni. És egy csomó ilyen találkozásom volt, például a Pilinszki, miután ezt a kisembert, amit az előbb mondtam, vagy hoztam fel, ezt megcsináltam, és elszégyeltem magam, hogy én csak egy tudok mondani az embereknek, hogy szerencse fel, iszonyúan kétségbe voltam esve, és hát mivel én mindig is foglalkoztam, lapozgattam a könyvszáramban a különböző könyveket, ne menjünk részletekbe, és akkor a Pilinszkinek ez az egyik verse, már a négy soros az rajta volt a vadászat lemezen, ez az alvó szegek a jéghidek homokban, tehát én nekem már akkor elég komoly kötődésem volt, és akkor találtam egy ilyen verset, hogy látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyam kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Ez a saját felelősségemre hívtam fel ilyen irtozatos erővel a figyelmemet, mielőtt még totális elkurvultam volna, mint Ripacs, aki pávatollakat dugdos a fenekébe és mutogatja magát. Erre volt esély, volt kísértés akkor? Nem, ez, én úgy gondolom, ha már így rákérdezett erre, hogy nekem van egy bizonyos fajta öniróniám. Tehát én nem tudom komolyan venni magam, hogy én vagyok a nem tudom milyen sztár, vagy a nem tudom én milyen izé, hanem én azzal foglalkozom, még egyszer mondom, hogy amit csinálok, nem saját magammal. Tehát ez nekem, én nem, szóval például nálunk, hogy jobban megrajzoljam a képet, otthon, amikor én otthon vagyok, akkor nem szabad hóbót hallgatni, vagy nézni. Tehát én nem szoktam, én befejeztem egy lemezt, azt meghallgatom a stúdióban, amikor összekeverték a mesterszalagot, most is épp ezt csináltam éjszaka, az egyik lemez már teljesen kész van, és akkor megérzem a javításokat, és akkor megjelenik a CD-n, akkor még esetleg meghallgatom, de igazából tehát nem szoktam hallgatni magam. Most is kaptam egy ilyen feleségemtől egy ilyen finom
finom, elnézéssel teli, de értetlen célzás, hogy az I Love You Budapest az milyen jó lemez. Na most hát ugye a dologban az a kínos, hogy én nem is emlékszem, hogy mi van az I Love You Budapest című lemezemen, mert azt még talán a Tanácsköztársaság bukása idején írtam, vagy nem tudom én. Szóval én ezekre nem emlékszem. De ön elégedett azzal a lemezzel? Az úgy gondolom, hogy elég jó volt, de nagyon sok van, amivel nem vagyok elégedett. És ha jól sejtem, akkor az a baj, hogy ön túlon túl sok energiát tett például a szövegírásba, és mindezt a zeneszerzők részéről nem véli felfedezni. Jól gondolom én ezt? Igen, igen, hát az, ők nem azért zenéltek, amiért én. Tehát ez, ők miért zenéltek? Szerették a zenét, sikert akartak, pénzt és nőket, és volt valaki, aki előállt a frontba, és az vitte a bulit. És ezt abszolút emberi meg lehet érteni. Mindig azzal szoktam fenyegetni őket, hogy szerencsétek, hogy nem tudok gitározni, mert különben éhen döglenétek. Mert ha úgy gondolom, ha tudtam volna gitározni, akkor lehet, hogy nem játszom. Így, nem így játszom, vagy nem így csinálom a dolgot, főleg azért, mert meg tudtam volna írni akkor a saját szövegeimhez a zenét. De mivel én nem készültem erre, és amatőr voltam, meg az is vagyok, így nem haragudhatok senkire, hogy nem tudott olyan zenét írni a szöveghez, amilyet én szeretném volna. Magyarul ők nem haltak bele, ha jól értem, ugye? Hát azt nem lehet mondani, hogy belehaltak volna. Volt olyan zenésztársam is, aki nem is értett a szöveget. Ezt ön szóvá tette olyankor? Tehát egy munka után, amikor rájött, hogy más az energiabefektetés. Nem. Az van, hogy ez egy bizonyos fajta, egy idő után sokáig az összes dalunk az úgy készült, hogy előtte eljátszottuk a közönségnek, nem is volt lemezünk, vagy az első lemezeink esetében. És aztán, ahogy a stúdióban kerültünk, akkor derült az ki, hogy ott kész helyzet elé lettem állítva, tehát, hogy ráadásul ez mondjuk a Hungaroton időszakban volt, amikor hát nem volt bőséggel stúdióidő, hogy meg egyrészt, másrészt meg amikor összekeverték és kész lett, akkor derültek ki bizonyos dolgok, amiket már nem lehetett változtatni, de aztán most az utolsó időszakban úgy megyek stúdióban, és csináltam, hogy 3 lemezt, amikor az összeszámot kipróbáltuk a próbateremben. Azt mondta a Hobo Blues Bandről, hogy több árulás is történt, amik önnek nagyon fájnak. Ezt nem értem. Hogy több árulás is történt. Mire gondol, hogy milyen árulás? Olyan ember azt gondolta, aki egyébként erre nem volt méltó, hogy tulajdonképpen ön az ő kreálmánya, és elárulta. Hát az van, hogy mindig is volt egy óriási kulturális szakadék, és bizonyos értelemben morális szakadék a zenekaron belül, nem csak én közöttem is közöttük, hanem egymás között is. És ezek, és a siker nem tett mindenkinek. Ott volt, aki azt hitte, hogy a Hobo Blues Band az azért megy, mert ő benne van, és amikor majd kiszáll, akkor össze fog törni. De nevet nem akar mondani, hogy ki volt? Nem. Mert ez egy jelenség volt. Nem egyetlen ember volt, vagy kettő, hanem, és hát voltak olyanok, akik ugye dolgozni jártak a Hobo Bluesban, de nem játszani. Mit csinálsz, egy zenekarban játszol? Ma már olyan emberekkel játszom, akik azért, hogy sokkal fiatalabbak, mint én, egy megváltozott világban több zenekarban játszanak azért, hogy egyáltalán meg tudjanak élni, mert a zenére tették fel az életüket, és ezt én abszolút elfogadom. Én nem a zenére tettem fel az életemet, mert én hobbiból zenéltem, és hogy ebből ez lett, az például a Póka Egonnak volt köszönhető, aki beszállt a Hobo Blues Bandbe, és egy profi zenekart csinál belőle. Másrészt pedig hát annak, amit főleg, amit a Póka Egonnal mi, mint alkotótársak csináltunk a 70-es és a 80-as években. Ezek változtatták meg az én helyzetemet, és ismertették fel velem azt a lehetőséget, hogy van értelme annak, hogy mint alkotó vagy szövegíró, mondjuk inkább is szövegíró, jobban belemehetek a dologba, mert van egy társam a Póka Egon. De ugye azt jól tudom, hogy volt olyan ember, aki le is akarta ön cserélni. Volt. Meddig jutott el e tárgyban ez az ember, ez a bizonyos kollega?
Hát az volt, hogy úgy gondolták, hogy feszült volt már a viszony a zenekaron belül. Hát például úgy, hogy mondtam én, ilyenek voltak, hogy a Deák Gyula kilépett a zenekarból, mert úgy érezte, hogy ő vele itt nem bánnak rendesen, holott az előtt soha életében senki be nem vette a zenekarba. Szerencsére úgy alakult, hogy ő lépett ki, mert én egy féllábú, félszemű cigányembert soha se küldtem volna el. Eltartott egy pár évig, amíg erre rájött. Te nem csak ezért nem küldte volna el. Most ez iróniával mondta, hát egy nagy tehetség, nem? Nem, egyáltalán nem iróniával mondtam ezt a dolgot. Most olyan tehetséget és egy olyan fajta humort és emberséget, amit ő behozott, amit én addig nem ismertem, az a világon nincs. Tehát egy olyan különleges egyéniség. Hát most már vagy, mint amely 30 éve újra játszunk együtt, meg kilépett a zenekarból, írtam neki lemezt a Bűnöm, Börtönöm, Bánaton túl. Most is vannak közös koncertjeink, Bill és Hobó újra együtt. Most is valamelyik nap játszottunk a Póka Egon emlékére, egy ilyen televíziós felvétel volt az Országút Blues. Tehát, hogy az van, hogy a dolog az kezdett kifáradni, a Póka Egon kikerült 93-ba, és akkor kezdett a dolog fokozatosan kifáradni művészi értelemben. De a koncertek azok baromi sikeresek voltak, és ez mindig is vigasztalt engem, mert engem a koncertezés jobban érdekel, mint a lemezkészítés. És így végig tudtam csinálni azt, amíg azt mondtam, 2008-ban, akkor már olyan emberekkel játszottam, akiknek már mindegy volt, hogy hol játszanak, és akkor azt mondtam, hogy ezt én nem csinálom tovább. És azóta eltett, nem tudom, 10-valahány év, és azóta viszont megválaszthatom, hogy kikkel játszom, és ez engem nagyon-nagyon boldoggá tett, és csináltam olyan dolgokat, mint a Hey Magyar Joe, vagy a Rejtő de Cameron, amiket nagyon komolyan kidolgoztak, és nagyon fontosnak érzem, hogy ezeket megcsináltam, sőt azt is mondhatom a verslemeizeimmel, meg az előadó eszcseimmel, hogy én, attól függetlenül, hogy a Hobo Blues Band igazából 2008-ban befejezte, én folytatni tudtam azt, amit ott csináltam. De azért most belegondoltam abba, hogy van egy frontember, és a zenekar egyik tagja úgy gondolja, hogy le kéne őt cserélni. Azért az jár fájdalommal, meg emberi csalódással. Hát ez a dolog szerencsére úgy alakult, idézőjelben mondom, a szerencsére, hogy aztán kikeveredett egy konfliktus, és akkor neki mennie kellett. Úgyhogy. Azt is tudja, hogy kit szeretett volna ön helyett? Hogyne, persze. Hát az, és ő benne volt az illető? Azt nem tudom, de hát egy nagyon tehetséges és nagyon nagy nevű ember szeretett volna a helyemre behozni, de hát az is, én úgy gondolom, hogy akkor az már nem Hobo Blues Band lett volna, hanem nem tudom, valami más. De volt egy ilyen terve, hogy az illető, aki a helyemre került volna, az elég nagyon jobban voltam, meg vagyok is, és úgy volt, hogy írok neki egy szólólemezt. Akkor ő egy szólista volt akkor, és akkor úgy volt, hogy írok neki egy szólólemezt, amit aztán nem csináltunk meg, mert a konfliktus a másik kollégával az hát kitört, és akkor vége lett ennek a dolognak. A következő kifejezés az a dúrok közé, mert hogy én úgy tudom, hogy önnek nincs zenei előképzettség. Egyáltalán is. Látta ennek hiányát? Abszolút. Annak idején csak azért, mert az apukám vezető eltárs volt, kaptam kettes alát, az Árgyélus kismadár nem száll minden ágra című dalért. Nem, soha nem tanultam zenét, és nem is gondoltam, hogy zenélni fog, eszembe nem jutott. De a Hobo Blues Bandet 33 éves koromban alapítottam meg, amikor már mindenki addigra abba hagyta. De menet közben nem gondolt arra, hogy esetleg megtanulja ennek a... Az van, hogy bizonyos értelemben nem volt idő. Meg hát játszottam egy ilyen óriási tehetségű emberrel, mint a Póka Egon, aki az összeszámot meg tudta írni, nagyon jó számokat írt, nagyon sokáig, és meg egész komplett lemezeket, például mondjuk a Vadászat vagy a Tábor Tűz mellett. És akkor az történt, hogy ő vezetett engem, mint énekest. Én meg abból, amit láttam, és ami történt a zenekarra, hát kiderült, hogy azért én mondjuk előadóként
függetlenül, hogy milyen énekes vagyok ebben a sok kanáriból álló szakmában, hogy azért meg el tudok jutni az emberekhez, hogy át tudom adni azt, amit át kellene adnom. És milyen énekes ön? Mi az erőssége? Én úgy gondolom, hogy az a fajta dolog, amit, tehát én minden mögött ott vagyok. Tehát, hogyha ma este eljátszom mondjuk a 7. című verset, amit már 1922 óta játszom, akkor amög minden szava mögött, függetlenül, hogy hány ezerszer játszottam el, ugyanúgy ott vagyok, mintha eljátszom a nem tudom, Erohat Rakenrolt, vagy a Leila az arab démont, vagy a Hé Magyar Joe-t, vagy akármi, minden mögött ott vagyok. Tehát én nem tudom, hogy a közönség megérdemli azt, hogy akármennyire a könyökömön jön ki valami szám, akkor is az ő nekik, ez fontos. És azt tudom, hogy ők védtek meg, évtizedeken keresztül nem kellett beállnom sehova. Ők szabályosan, ők tartottak el, anyagilag is. Én abból értem, amit ők, soha nem voltak jó szerződéseimmel lemezeket illetően. Ez kimúlott önön? Mi? Ez, hogy nem voltak jók a szerződések. Nem, az én rajta múlott azon, amilyen én vagyok, vagy voltam, meg vagyok is, meg amilyen szövegeket írtam, meg amit csináltam, meg ahogy hozzáálltam a hatalomhoz a 60-as, a 70-es, a 80-as, vagy a 2020-as években. De nem gondolt arra soha, hogy egy picit simulékonyabbnak lenni, egy nagyon picit kompromisszumkészebbnek lenni, lehet, hogy kifizetődő lenne? Én nem gondolom, hogy simulékonynak kellett volna lennem, mert úgy gondolom, úgy érzem, hogy amit én csináltam, az nem volt lázadás. Az ember nem azért játszik blues, hogy lázadjon, hanem azért, mert szereti. Ki az ön szemébe a lázadás? Bocsánat. Igen? Az ön szemébe. Ki volt a lázadó? Az igazi, amire azt mondja, na az lázadás volt. Hát mondjuk a Jim Morrison volt lázadó. Vagy a Bob Dylan egy bölcs kívülálló, vagy a magyarok közül mondjuk a Baksasós János, a kekszénekese, ők voltak igazi lázadók, aki a Baksasós az énekelt a színpadon, vagy illetve mondta a színpadon, amikor a rendőrök ott voltak, hogy beleszaradt a sapkátokba. Hát ezek képest én egy nyúlbéla vagyok, ő hozzá képest, vagy nem tudom. Én sose gondoltam úgy, hogy én lázadó vagyok, hanem csináltam, amit lehetett. Hát jó, betiltottak, meg kitiltottak, nem tudom micsoda, de ez ma már úgy néz ki, mintha érdem lenne, hogy erre lehet hivatkozni, hogy hú, nem tudom mi. Hát én nemrég kikértem a 2 évvel ezelőtt a rendőrségi történeti hivatalban a rendőrségi anyagaimat, mert volt egy 1972-es komoly rendőrségi ügy, amikor a Gyorskocsi utcai börtönbe bevittek, és ott akkor ügyvéd védett, úgy volt, hogy elítélnek, stb. És akkor kikértem ennek a fénymásolatát, hogy faximille, hogy mondjam. És akkor a történész azt, hogy megkérdezte, hogy még ezen kívül érdekel-e valami. És mivel én a Kennedy János történészt megkértem a 90-es évek elején, hogy nézem meg, hogy a Hobo Blues Bandben volt-e besúgó, és mondta, hogy nem, én nem foglalkoztam ezzel a dologgal 2019-ig. És akkor a történész azt, hogy megkérdezte ezt, és megnyomott egy gombot, és kijött még 31 dosszié. 282 oldal, ezek megvan nekem, ugye a fénymásolatban otthon, és hát az a helyzet, hogy most ez, hogy valaki egy ilyet ír, hogy a Moszkva téri gyár az 56-os busz, ez miért lázadás? Hát a Moszkva téri gyár az 56-os busz. Ugye a Hűvös Völgyből meg vissza. Tehát, hogy már ez nem, én nem úgy gondoltam, hogy ez valamilyen lázadás, vagy valami, persze, hát beleértették a Szovjetuniót, meg az 1956-ot, de én nem gondoltam, hogy ez lázadás, hiába betiltották, meg csomó minden más, de én nem éreztem ezt, hogy én lázadó vagyok. Bátornak se érezte magát? Bátornak se érezte magát? Még egyszer mondom, hogy azzal foglalkoztam, amit csinálok. Tehát én nem szartam be, hát akik azt mondták, hogy nem tudom én, ez nem mehet, és van egy csomó ilyen, vagy egy csomó megyében nem lehetett elmenni, de már azt is, ezt is, már beszélni is szeretek róla, mert úgy néz ki, mintha az ember dicsekedne. És a Hobo Blues Band második lemezét, a Kopasz Kutya című filmet, filmzenéjét, azt betiltották. Az egészet ugyanúgy van. Amerikai blúzokkal együtt. Na most
ezt mondják, hogy hű, hogy megdobta a Hobo Blues Bandet ez a dolog, már mint a film. Én meg úgy érzem, hogy hát az nem egy nagy kaland, vagy nem valami nagyon pozitív dolog, hogyha az embernek a második lemezét betiltják, de ezt nem lehet fölfogni valami, nem tudom. Szóval milyen kicsavart gondolkodása van ezeknek a kommentelőknek, meg ez a csomó újságírónak, meg nem tudom én. Úgy hívja, hogy újságíró? Hogy a copyright, aztán én találtam egy ilyen kifejezést, én találtam újságíró, igen. Így hívom őket. Rossz tapasztalatai vannak velük. Hát tele van ez az egész, mit tudom én, net patkányok hemzsegnek, meg nem tudom. Kíméletlen velük? Tehát, hogyha... Nem igazán, szóval ez a, vannak ilyen számai, üvöltő vadállat van egy ilyen szám, senki se jön szembe. Na most, hogyha nem lenne baj, a szembe jönne, mert akkor le lehetne rendezni a dolgot. Volt ilyen, aki megkérdezte, provokált engem, megkérdeztem tőle, hogy is provokáltam, azt mondja, igen, ez a dolgom. Mondom, semmi baj, csak vidd el a balhét. Azt mondta, hogy és akkor mi lesz, mondom, a szart kiverem belőled. És mi történt? Semmi, hát nem, annyit sem mert mondani, hogy brekeke, de ezt én így gondolom. Ezekkel hiába veszed föl a harcot írásban, akkor ők győznek, de azt mondod neki, hogy te, nem tudom, hogy van ez, akkor összecsinálja magát. Mikor verekedett utoljára? Nagyon régen, nem nagyon rá szükségem a fizikumom miatt, nem tudom én. Voltak ilyen, katonaságnál voltam benne ilyen tömegverekedésben, meg inkább azóta engem megvertek többször, rendőrök lefújtak, meg gumibót, meg rám eresztették a kutyát, meg nem tudom én, de nem, igazán nem. De mondjuk ez a, nem tudom minek nevezzem, az indulatai, vagy ez a sprődség, vagy nem tudom mi a jó szó. Én nem tudom mi az, hogy spröd. Durvább kicsit, mogorvább? A félelem keltett, egy tekintélytisztelő. Én úgy gondolom, hogy az, hogy az én szakmámban, vagy az én pozíciómban, mondhatok ilyet, a személyi kultusz és az önimádat landos pocsolyájában fetrengve, akkor azt mondom, hogy nem árt az embernek van olyan fizikum, hogy meg tudja magát védeni, mert szörnyű lehet az, hogy nagyon olyan, ismerek embereket, akik kicsik és gyengék, nem tudja magát megvédeni, és akkor fél. Ez nagyon rossz lehet, én abszolút meg tudom érteni. És akkor, jaj, Laci, hát ne haragudj, én nem szóltam vissza. És akkor én mondom, hogy meg tudom érteni, nem szóltál vissza. Mert nem olyan se a személyisége, nem olyan, sem a fizikuma. Az ilyeneket meg szokta védeni? Hát amikor ilyen helyzetek vannak, akkor igen, hát voltak belőle kellemetlenségeim, hogy valaki igen híres ilyen újságíró beköpte az egyik barátomat, aztán nem engem köpött be, és akkor megfogtam, utána engem is beköpött, de hát nem volt rossz, amikor láttam, hogy összeszarja magát, és menekül. Szóval. A megfogtam alatt azt érte, hogy rendesen elkapta a grabancát? Az van, hogy csak őt fogtam meg, mint spiclit, de leugrottam a színpadról, és elültöttem magam, hogy te rohadt besúgó, mert a barátomat jelentette föl, de kimenekült a teremből, és aztán utána cikkeket írta az akkori sajtóban. Annyira gyűlölt engem, hogy szerelmes volt belém. Vissza oda, hogy azt mondja, hogy majdnem 300 oldalt találtak a történet. 282-t, ne túlozzunk. Ne túlozzunk. Szerénység, mondta Bácsi, ha valamit szeretek magamhoz, a szerénység. 282 oldal. Volt nagy felismerése, csalódása? Hát egy csomó mindenkit nem lehet azonosítani, tehát, hogy a nagy Feró azt mondta, hogy ő rá 14-en, hogy 100 oldal volt róla, és hogy 14-en voltak ráállítva. Akkor neki szerencséje volt, mert én nem tudom, hogy hányan voltak rám állítva, és én csak 3-at vagy 4-et tudtam azonosítani. De nem tudom, hogy kik azok, akik még ott jelentettek, meg nem tudom én, vagy ellenem tanúskodtak, ilyen is volt, hogy kihallgatási jegyzőkönyv, és akkor az ember nem feljelentett engem, hanem behívták a rendőrségre, mint tanút, és akkor ő mondta, amit mondott, de én nem tudom, hogy kicsoda. Volt egy ember, aki megkereste önt 90-ben. Így van. És azt mondta, hogy én jelentettem rólad. Elém állt, és azt mondta, hogy bocsánatot szeretne kérni, mert őt megfélemlítették, gyáva volt, és ártott nekem, és jelentett rólam. És a torkom elszorult, és megöleltem, hogy valaki szemben mer nézni magával. Soha nem fogom megmondani, hogy ki az. De ártott önnek? Ezt ő tudja.
Én nem mentem ennek utána, megrázó volt az egyáltalán a dolog, hogy valaki ezt így bemeri vállalni. Vagy olvastam, amit a Vikidán Gyula jelentett rólam, egy rossz szó nem volt benne. Egyből megbocsátott neki? Nem is volt önben olyan, hogy... Megrázó volt. Ő egy közismert ember, ugye? Nem kell nevet mondani, csak hát egy közismert. Nem is mondok. Nevet, közismert ember. Hogy de igen. Azt én jól gondolom, hogy ön az írásban érezte magát a legtehetségesebbnek? Szövegírásban. Tehát ne, szövege, hát novella, úgy értem. Novellákat írtam, mert azok benne is vannak ebben a könyvben, amit most csináltam. Nagyon nagy sikere volt ahhoz képest, hogy a kortársban vagy a mozgó világban régen jelentek ezek meg, és ezek csak novellák voltak, ahhoz képest nagyon nagy figyelmet fordítottak rá az emberek, az olvasók, és én is úgy gondoltam, hogy a tanítás mellett, akkor már gimnáziumban tanítottam, vagy még nem, hanem a kálium permanganát igézetében ültem valamilyen, vagy egy gyógyszergyárban, vagy a tungsztromban, és akkor írtam, és akkor az jól ment. Miért hagyta abba? Hát az igazság, hogy ugye kiderült rólam, hogy amit nem tudtam addig a marháskodáson kívül, hogy egy exhibicionista vagyok, tehát pávatollakat dugdosok a fenekembe, és mutatom magam. Történelem tanár voltam, amikor a Hugo Bluesman megalakult, és úgy éreztem, hogy az, hogy én akkora sikere volt az első koncertem már a Hugo Bluesmannek, ami engem teljesen megdöbbentett, mert csak Rolling Stones, meg Doors, meg Néger Bluesokat játszottunk, én meg a Mick Jaggert utánoztam, 40 kilóval nehezebben, meg egy méterrel magasabban, és akkor el kellett döntenem, hogy az éneklés, vagy a tanítás mellett maradok, mert mind a kettő teljes embert kíván. Nagyon szerettem tanítani, és gimnáziumban tanítottam, és akkor... Történelmet. Igen. És akkor ez történt, hogy a Ripacs az legyőzte a tanárt, és akkor hát azóta csinálom ezt a dolgot. Még egy dologgal összefügg, hogy ez az életem mélypontja volt, egybeesett a zenekar megalakulásával, a kisfiamnak a halálával, amikor a zenébe vetettem magam. Annyira nehéz volt akkor az életem, hogy... Mennyi idős volt? Egy. Egy éves volt? És ő beteg volt? Igen, elég hamar megbetegedett. És mondták, hogy menthetetlen, és minél jobb, hogyha minél előbb meghal, ezt mondták. És akkor egy évig jártam a kórházba, a steril osztályra hozzá, még aztán meghalt. Mennyi? Bocsánat, igen. Egybeesett a dátumokat, nem tudok, de hát egybeesett a zenekar. 78-ban volt nevezetesen, akkor alakult a zenekar. Mennyi időnek kellett eltelnie, még újra azt érezte, hogy valamilyen szinten képes színpadra állni, képes alkotó ember lenni? Nem tudom ezt. Nem, én megvadultam, és az segített, hogy mit játszottam a Szimpátia az Ördöggel című Rolling Stones számot, ami elég vad, vagy a Gimme Sheltert, vagy ilyen, vagy Backdoor Man-t a Willie Dixon Doors-tól, vagy az Ismeretlen katonát, vagy vad számokat játszottam. És ez hát kivitte az emberből a keserűséget, a fájdalmat, vagy még azt is mondhatnám, hogy a tehetetlenséget is. Arra nézve van valami szabály a fejében, hogy meddig lehet ezt csinálni ilyen lankadatlansággal és ilyen energiával? Ezt nem tudom, hát ez fizikailag is determinálható. Hát most egy térdműtét előtt állok, kijöttem ebből a Covid-ból, most épülök föl, minden nap edzek, és amikor lement ez a születésnapi koncertem, akkor utána lesz egy nagy vizsgálat, orvosi vizsgálat, amikor kiderül, hogy mi maradt meg mi nem. Nyilván ezt a koncertet a térdeim miatt valószínűleg fájdalomcsillapító injekcióval csinálom majd végig, mert nem biztos, hogy 2,5 órát bírok, 1 órát most is bírtam tegnap is, meg remélem ma este is fogok, de és akkor ez a vizsgálat eldönti majd a koncert utáni vizsgálat, hogy mikor lehet meg a térdműtétem. És azt sem tudom, ugye, mivel 22 évig kosárlabdáztam, hogy ennek milyen következményei vannak, mármint hogyha meg túljutottam a műtéten, mennyi ideig tart, amíg felépülök belőle, és hogy milyen állapotban leszek. De
semmilyen ilyen félelem nincs bennem, vagy hogy ilyen, hogy be kellene fejeznem. Most ebben a, hogy az emberek ilyen minőségű és mennyiségű szeretetet zúdítottak rám a betegségem miatt, megfogadtam, hogy most ebben a gyalázatos, gyűlölködő időben egy vidámabb koncertet csinálok, de a világ nem lesz jobb. Hát, ha jobb lesz egy picit a világ. Földes László Hobót látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Láttak is? Hát, kamerával rögzítettem. Hát ezt tudom. Akkor kérek egy kis utómunkát, elfelejtettem sminkelni. Megoldjuk valahogy. Köszönöm szépen. Szívesen.